Tehát itt vagyunk Rosalinnál, és azt akarom megnézni, hogy a egyik NPC-nek a questjét meg tudjuk-e csinálni most. Mégpedig Leonardnak a questlányját. Ugyanis ugye ott van a Firelink Shrine-ba, és hát adott nekünk egy-két dolgot. Ugye ott adott nekünk egy kulcsot, és lent a pincébe alapvetően egy pince kulcsot adott, és ezt a Dark Wraith-et kellett lenyomnunk, aki adott egy Red Eye Orbot, mindegy. A lényeg, hogy az ő questjét lehet befejezni, hogyha elvileg itt Rosalind Rosariánál itt leadunk egy pár sápatnyelvet. Oké. So, you've chosen to serve Rosaria after all. Ő Leonard. She will be pleased with me for finding her another finger. Mindjárt segít a drip, mindjárt mondom. But be warned, my friend. Rosaria's fingers need only fetch tongues for their mistress. Otherwise, we are free, unchained. Like Yellowfinger, you can choose to believe that all fingers share camaraderie. But do not force your romance upon the rest of us. Rosaria's fingers need only fetch tongues for their mistress. Otherwise, you are free to believe that all fingers share camaraderie, but do not force your... Okay. Most nem tudom, hogy ide nem is tudom, hogy le tudunk-e ülni. Ide nem lehet leülni. Ami kicsit fura, de nem baj. Úgyhogy akkor hazamegyünk. Oké, és... nem tudom, hogy most a Profane Capitalbe el kell mennünk, de minden esetre elmegyünk, és aztán onnan majd visszamegyünk Rosariához. Így van, Nevermind. Pontosan ezt akartam mondani, hogy ugye emiatt Sirius nagyon megharagudna ránk, de... mivel hogy ez kész van, mármint az a quest, így nem fog. Na, elvileg... Nem is ide akartam jönni. Ja, de igen, ide akartam jönni. Jó. Hát, Rosaria rip. Kaptunk egy Black Eye Orbot. De még itt ettől függetlenül tudunk tenni-venni. Jó, és akkor most el kéne mennünk Guinevere-hez. Ez megint haza kell mennünk. Az meg Aldridge felett van. Na, azt nem tudom pontosan hol van, mert arra nem emlékszem, de mindjárt kiderül. Itt vannak liftek, ugye, ami fölfele visz.
Na csak, hogy itt hogy, hol van az izé? Talán itt. Aha. Itt valami van. És akkor most júzolni kell a... Igen. Na, hol van? Igen. Invade the world of Rosaria's killer. Na, de vajon ki lesz az? Well, well, never expected to see you here. Felt sorry for the poor thing in all her festering glory. And now you want to ravage her soul as well. I sowed the seeds, I'll prune the mess. I... Blessed Rosaria. Jó, hát Leonard Drip. Ha jól értem, akkor ölte meg. Jó. Soul of Rosaria, Crescent Moon Sword, Silver Mask. Oké. Uh-huh. Jó, és akkor a Soul of Rosaria-val elvileg eltravelolunk oda. És mindjárt megnézzük. Na szóval Sejtadri, látom, hogy írod, hogy nem leszel itt a délutáni Elden Ring streamen. Az a helyzet, hogy nem lesz délutáni Elden Ring stream, mert picit bonyolultan alakult a napom. Úgyhogy csak este lesz. Szóval én sem leszek itt a délutáni Elden Ring streamen, ennek az a lényege. Igen, nem maradsz le semmiről. Jó lett volna, ha van, de nem lesz. Most azt nem tudom, hogy... Igen, ezt meg lehet tenni. És akkor föléled. Ennyi. Na mindegy, ezt a questet akkor megcsináltuk, ez igazából ennyi. Még annyi lehetett volna, hogy lehetett volna ehelyett, hogy fölélesztjük. Nem lehet tolkolni. Ehelyett, hogy fölélesztjük, lehetett volna az, hogy kiváltunk egy varázslást, vagy egy kardot, ezt a Crescent Moon Swordot. Persze, hogy hiányoztál volna, Sheritadri. Ez nem kérdés. Na. Akkor elvileg két NPC questline van még, amit így el kell varnunk. Az egyik Irina lesz, ha jól sejtem. Igen, ő itt van. Akkor tőle csak annyi, hogy venni kell még két varázslást, tehát ezt a maradék kettőt meg kell venni. These are dark tales of things that lurk deep within men. These stories would not please you. Of course, if you insist only, the little creatures that nibble at me in the dark. Okay, ez nem olyan érdekes. Godspeed. May your solemn duty conclude. Lehet, hogy nyomni kell egy resetet.
Igen, és Edith adik ki, de... Majd meglátjuk, hogy kéne, mind kéne. Oh, champion, do you wish... A többi az dark. Azt nem szabad venni. De miért nem működik? These are dark, of course. Ugyanazt mondja. Godspeed, may you... Oh, na, vajon mit rontottunk el? Ránézek a guide-ra gyorsan. Oké. Aha. Tehát annyi, hogy meg kell venni az összes. Varázslást. És szerintem az nekünk megvan mind. Dark spell-t nem szabad venni, mert az akkor más questline csinál. Igen. Ja, hát itt 10 varázslás kéne, hogy legyen. Mármint 10 nem dark. Okay. Utazzunk egyet, azt mondjátok. Ja, meg ha már itt vagyunk, ezt múltkor itt az öregnek a hamvait, mert ugye ő hát ő így off. Oké, nem ezt akartam. Mi is a hamvait, a school ringet, ugye. Mint Lord, ugye ő is na jó, traveljünk egyet. Mindegy hova. Schooling, mire jó? Mindjárt megnézzük. Főleg, ha megtalálom. Easier to be detected by enemies. Tehát ez a keresem a bajt gyűrű. Irány. Oké. Nincs itt, hanem elvileg kint van a towerben. Azt hiszem, erre kell jönni.
hanem itt. Igen, a Ninjon Tower, de oda... Hogy jutunk át? Itt a tetőn, nem? Ja, vagy... Oké. Ahol a izés volt, nem? Nézek be a shrine mögé. Hogy értve? Nem ott lesz. Itt lesz, aha. Van kristályizárd. És hol? Ezt nem csaptuk agyon? És akkor itt hátul? Nekem valami, én úgy emlékszem, mintha megoldottuk volna, de már régen volt. No. Oh, sweet champion of ash. Let souls be your strength. Na, és akkor most már ő is Firekeeper lett, és tudunk nála szintet lépni. Tudnánk, csak nincs ránk szól. Aha, és ledobta a Dark Divine tómokat. Ugye ez mind Dark Magic-et tudna adni. Sweet champion, let's solve. Na, és akkor ez neki a happy endingje tulajdonképpen. Hogy lejött ide, és most már ő is Firekeeper. Jó. Lent oda lehet adni ilyen a... Karcsinak. A nőnek, nem? A másik nőnek, aki a Dark izéket. Úgy én sose találom ennek a bejáratát. Carla, igen, azaz. Jó, oda is adjuk neki. Ah, yes. Ah, you. How could you? Oh, I know. I know. I owe my life to you. Fine then. But just this once, I will tell you this tale. But do understand. It will be my first time. I'll have no sniggering should I err. Oh, are you lost on your journey? No matter. Today's lost are conquerors tomorrow. It only demonstrates the makings of a champion. And besides, whatever your choice, it will not change my sense of gratitude, or how I think of you.
Ah, you. How could you? Oh. I know. I know. I owe my life to you. Fine, then. But just this once, I will tell you this. I'll have no snip. Do stay safe. És akkor elvileg... Igen, nála ezeket meg tudnánk venni. Jó. Na, akkor ez is megvan. És akkor még egy dolog van hátra. Mégpedig Júriának a helyzete. Hát itt ugye azt tudjuk csinálni, szerintem... Play the usurper. When the moment cometh to link the fire, the age of fire was founded by the old. Ez a egyik endingről beszél. But the gods are no more. And our Lord. Okay. Jó, ezeket megvettük. Okay. Jó. Tehát itt azt lehet csinálni. Én nem tudom, mikor mondta azt, hogy Orbeket meg kéne Orvul gyilkolni, de van egy ilyen opció, hogy megölhetjük. Igazából nem lenne muszáj megölni, mondta pedig a... Szóval nem lenne muszáj megölni, mert ki lehet trükközni úgy, hogy ha be tudtuk volna hívni a Twin Princes fighthoz, akkor simán csak odaadnánk az esést, tehát a hanvait, és akkor azzal is kész lenne. Hát nem tudom, most így akkor konkrétan meg kell ölni. Elég idegesítő fickó, de hát... Tudom. Back again, I see. Perfect timing too. I'm in need of a diversion. Again. Let us... Promise to stay safe. Hát nem tudom, én megmondom őszintén. Most így fölöslegesen... Most üljük meg, vagy ne üljük meg? Sheridan indítottan nincs, hogy menj csak egyet. Üljük? It seems too late. And there's only one thing to do. With regret. Ah! So be it. It was nice while it lasted. Lothric után amúgy is meghalt volna. Oké. Hát így legalább megnézzük, hogy mit mond a... Júria. Nem lesz boldog, mert levesszük a halót, de... Még hadd örüljön most egy kicsit. Ah, our lord and liege. Thine heart is fixed upon the linking of the fire. But brave usurper, so that we hollows... Ah, I see Orbeck's claim is proven false. As it should be, our right and deserving lord of hollows. It is a Londor treasure befitting... of a true lord. Lord of Hollows, may the dark sigil guide thy way. Our lord, and I prithee, when the moment the ape of the god hour... Jó, hát is megkaptuk azt a fegyvert. Meg is nézünk. Hát, ha megtalálom. Ez volt az, ugye? Igen. Londor's Sable Church. Mm.
The E is silent. Moron blade. Nem tűnik rossznak amúgy. Na jó, akkor ez is megvan. És akkor tulajdonképpen szerintem mindennel meg vagyunk, de mondjátok, ha még van valami. Szerintem úgy, amit tudtunk, ugye egyedül Greyret az, amit kicsit elcsináltunk, de hát ez van. Az így alakult. Havel Armory-re elmehetünk, ja. Az hol van? Mondtátok, csak ne haragudjatok, de annyira bamba vagyok. Old Wolf of Faron. Jó, és akkor itt az alap game-be más nem tudunk csinálni, ugye? Tehát... Ó, most még nem fogunk meghalni, segít Adri. Itt volt a Stray Demon, ugye fönt? Aha, lehet, hogy ott van. Hát igen, ez az, ami nem nekünk való. De megnézzük. Fú, már ettől izék vagyunk. Fetrólosok. Na, hol van, nem látom. Jó, és neki volt armorja is, ugye? Vagy... pajzs. Havel's Great Shield. Konkrétan nem tudunk futni. Havel Ring és Havel Favor. Ah, és hol a Dragon Tools? Biztos, hogy... Ja, igen, itt a Havering. És a Havel's Favor. Ring of Favor. Na, 180%-on van a Weight Ratio-nk. Amúgy rohadt jól néz ki. Ez volt a dodge, csak mondom. Ez. Na jó van. Ja igen, leesett a... Igen. Visszatesszük. De nagyon... nagyon menő egyébként. Mi volt ez a konjú, akármicsoda. Hogy mi, ennyire nem találok semmit? Itt van.
Jó. Na, hát szerintem akkor rendben is vagyunk. Tényleg a gyűrűt még vissza kell rakni. Mert ugye ez egy, amúgy is bent volt, és akkor ehelyett kéne a strength. És akkor elvileg, hát ehelyett még lehetne valamit. Amúgy ez se hülyeség, csak... Hát nem tudom, hogy legyen ez. Nézzük, hogy milyen alternatíva van, nem sok amúgy. Physical damage absorption az sose állt, csak az ugye 100%-ot ad a ruhához. Hát ezeket majd megnézzük. Ez nem kell. Nem kell. Nem. Hát talán még ez. Fire, magic, poison, lightning, trust és slash damage lesz. Hát az remek. Akkor tegyük be ezt. Poison. Nem, mert ebből csak poison az, ami van neki. Hír, egyelőre berakjuk ezt, mert ez ad a damage-re. Ugye, az fontos. Aztán meglátjuk. Jó, na, menjünk haza. És akkor, ugye az a kérdés, hogy... hogy mikor kéne endinget választani. Nem Sherit Adriel Motion. Hogy... tehát a boss előtt kell, mindenképpen. Tehát a boss után már nem tudunk semmit csinálni. Jó, hát akkor én úgy döntök most, hogy a... rögtön cutscene. Oké, akkor a holót levesszük, beszélünk Júriával, hogy mit gondol erről. Save megvan, de így, hogy, hogy újra kell mindig a boss csinálni, így nem esküszöm meg arra, hogy mindet megnézzük, de megvan a save. Mi történik? Szeg. Bocsánat. Kimentem megint. Csak hogy biztos legyen. Akkor ki kéne lépni.
Én néztem Nevermind az endingeket. De mindegy, mi azt fogjuk csinálni, hogy leszedjük a holót. Ashen One, if when thou peerest upon the first flame, thou wishest yet for a world without fire, for an end to the linking of the fire, then call upon me. I am a firekeeper, and I tend the flame to the very end. Thou hast given me eyes, and such it was they showed me. Ahogy ennyi? Én nem gondoltam volna, hogy ennyi. És ez hogy jött ki amúgy? 5 ingyen level ára. A mostani szintünkön. Jó, és hol a... Görz Kavics. A teknős. Igen, tudom. Az ingyen level. Oké. És a Görz Kavics? Az melyik? Ez? És akkor egyet kell használni, vagy? Igen. Ashen One, thou then call. I am a fire. Thou hast. Mayst thou that. Hát akkor ez lehet, hogy eldőlt, mert 470 ezer szól. Hát annyit most nem fogok összegyűjteni, a szétszentség. DLC-k után lesz annyi. Hát de az már az ending után van. Tehát... Most be kéne fejezni. Akkor legyen úgy. Jó. Akkor befejezzük most és visszatesszük a szévet. Jó. Oké. És akkor ezzel egy endinget megnézünk. A DLC-k után meg megnézzük a másikat. Jó. Szerintem igen, segít Adri. Emberek vagyunk, amúgy. Szerintem nem. Mindegy, úgyis meghalunk, fölösleges betörni. De akkor Júria most elvileg idézhető lenne? Júriát lehet ide behívni, ugye? Elvileg igen. Na jó, hát akkor kezdjük.
Fegyvert váltott. Nem tudom, hova megy. Az igen. Jó nagy bökője van. Oké. Az jó, jól hangzik. Ó. Azokat így random lövi el? A falangszot? Az igen. Hűha. Jó van akkor. Tehát lehet posture breakelni, csak nem ad be izét, ha jól értem. Tehát nem lehet staggerölni. A kedvenc fegyóm. Nem tudom, mi történik. Oh.
Okay, ez már P2 volt. Akkor, ha jól gondolom. Tehát nem csak új random főhílelt, azt jó így szakát. Okay. Jó. Meg kell tanulni a movesetet. Amúgy jó. Izgalmas. Elég combos, tehát hogy sok a HP-ja nagyon. Hagyd már abba. Köszönöm. Kevesebb a HP a második fészbe. Nem hagy hílelni. Igen, aha. Érzem ismerő, hogy nagyobb adagokba megy le. Ha, jó. 4209. Tehát 10x10 quick-etek. 10 fast-etek kell neki. Nagyon 4.30-at sebzünk. Jó. Hát amúgy lehet, hogy nem pöcsölni kéne, hanem ütni. Nem? Én csak táncikálunk, mint egy... táncos. Majdnem mit mondtam. Hát én nem mondok.
Oké, never mind. Megnézzük majd. Egy sebzünk. Pontosabban 469-et. Most 414-et, nem tudom miért. Támadásának ütünk közben, akkor sokat sebzünk nagyon. Az igen. Nem ér, ha ő is dodzsol. Ez milyen dolog már? Bassza meg, kétszer nyomtam meg, de nem tudom miért. Egy healünk maradt. Mondjuk ha nem üt meg, akkor... erő ennyit. Az első fészt kéne ügyesebben megcsinálni.
Sassworth Twin Blades. És az... Hát egy gyenge. Megyünk még egy menetet. Igen, nincs kifejlesztve. Úgy értem, hogy gyenge. Csak az a baj, ezt meg nem tudom használni. Még elég hamar posture break-el. Mármint, most mennyit ütöttem bele? 4-5? Vajon a second phase-be is ilyen? Amúgy. Tehát, hogy, mert tudod akkor, hogyha kicsit agresszívebbre váltunk, nincs píz. Várjatok. Elvileg... Ezt benyomhatjuk, nem? Nameless King. Ezt megnéztük, hogy mit ad. Fölmegyünk a halott bácsihoz. Te, azt nem ad semmit. Vagy kiváltottuk? Stormcast, jó, oké. Okay. Ez az? Sassworth Twin Blades. Pretty, be careful. I go. Az biztos, hogy kevesebb staminát fogyaszt, és gyorsabb. Meglátjuk. Hát igen, a gyors fegyó, ha gyors az elemi, akkor az make sense.
timingokkal lehet egy kicsit jobban játszani. Megnézzük. Hát rövid. Közel kell menni. Hát, amúgy szedegeti. Mint hogy ő is engem. Boys break gyűrű. Hát igen, mondjuk az is sokat segítene, hogyha... Na jó, most nyomjuk egy kicsit ezzel. Am fura, hogy nincs rajtam az órám, meg kint hagytam. Nem mintha sietnék valahova csak? Az igen.
Oh. Cool. All right then. Na, jó ötlet volt ez a... Ez. Úgyhogy... Nice. Nagyon jó. Örülök neki. És akkor most mit csináljunk? Firekeepert ne hívjam be a Yuria endinghez. Jó, de mit csináljak? Ó. Oh. Mondom, ki tudok lépni. És akkor ez most save. Várjatok egy percet. És elvileg most ott leszünk a Frierling Shrine-nál. Így van. Jó, akkor mit csináljak? Simán csak a Yuria endinghez Link the First Flame. És annyi, ugye? Igen, már most eltettünk magunknak. A flame-et, ugye? Ha jól értem. The Usurpation of Fire ending. Ez volt az. Elbitoroltuk a lángot, így van. Na, de... Make London Whole. Igen. Hát végig a játéknak. Végigjátszottuk a Dark Souls 3-at. Az olyan menő.
alapvetően nyilván a DLC-k még vannak, tehát az még van. Nem halkítom le, ha nem haragszotok. Az jobb, mint amit én mondok. Szóval, tényleg, én nagyon örülök neki, nagyon tetszett ez a rész is. Tényleg, ahogy haladunk előre a Dark Souls-okkal, egyre jobb és jobb lesz mindegyik. Még hogyha esetleg a sztori az olyan, hogy mondjam, nem is feltétlenül összemérhető, de tényleg, ahogy látjátok, hogy az időben haladunk előre, egyre kifinomultabb lesz, meg egyre tényleg kiforrottabb. Ugye a mechanika is, meg úgy minden, tehát az egész játék. Na hát igen, ez a rész is nagyon jó volt. Nagyon örülök neki, hogy különösebb fennakadás nélkül végig tudtuk játszani. Különösebb fennakadás alatt értem, hogy nem vacakoltunk 6-7 órát egy bosszal, mint ugye más címekben. Szóval, ja, nyilván ez részben nektek is köszönhető, hogy nyomtátok a tippeket, meg a tényleg súgtatok, hogy mit, hogy kéne, merre kéne menni, mit kéne csinálni. De mondom, nagyon-nagyon-nagyon tetszett ez is. Tényleg egy remek, remek játék. Mondom, talán hát nem is tudom, hogy a legidegesítőbb a Osiris volt nekem, de ott is a boss rám miatt, de mindegy is. Úgyhogy. Nagy ugrás a kettőhöz képest, hát az biztos. És a kettő se volt rossz, de hatalmas. Tehát tényleg, amiket javítottak a játékmechanikákon, meg tényleg ugye a felépítésén a játéknak, tényleg hatalmas előrelépés. A kettő között azért ott van a Bloodborne nekem. Mármint így a fejlődés útján, mert azért a Bloodborne is szerintem nagyon kifinomult volt már. Nyilván a Dark Souls 2-höz képest mindenképp, de ott talán egy picit olyan lecsupaszítottabb volt egy-két szempontból, de az is nagyon kiforrott volt. Ja. Nem sokkal marad el a háromhoz, igen. Mondom, én a Bloodborne-ban azt sajnálom nagyon, hogy azért az látszik, hogy az PS4 erősen látszik, és az a baj, hogy sajnos nem nyúltak hozzá még mindig, szerintem már nem is fognak. Tehát ott tényleg egy kicsit, ha javítanának egy picit a grafikán, meg mondjuk lenne 60 FPS, egy nagyon-nagyon jó játék lenne az is. Mármint jó játék most is, ez az egy kis ilyen szájhúzás van, hogy ott a grafikához hozzá kéne nyúlni. Jöhetne egy remake PC release-zel együtt? Szerintem remake nem kéne. Egy remaster jól jönne, de egy annál egy kicsit több, mint a... Talán egy kicsit több, mint a Dark Souls remake. Vagy mi remaster. Na, Dark Souls remasternél egy picit talán több. De valami olyasmi. A Bloodborne rövid? Hát azért nem mondanám rövidnek, már mint... Hát szerintem... Hát hány óra alatt játszottuk mi azt végig? 25 volt az is, nem? Most nem tudom meg... Hát, meg tudom nézni. PS appon gyorsan ránézek. Mát meg, ha megtalálom. Nem fogom megtalálni.
Na mindegy, de szerintem egy 30, 25 órát azzal is elvoltunk, a DLC-vel együtt 30-at. Mondhatjuk, hogy rövid, de szerintem majd mindjárt a credits után megnézzük. Nincs 40 óra, amit játszottunk a Dark Souls 3-mal. Hogy a DS1-nél rövidebb-e? Hát... az lehet. Szerintem könnyen lehet, hogy mindegyik Dark Souls-nál rövidebb. A kettőnél biztos, hogy rövidebb. De úgy nagyjából forma-forma, tehát nem hiszem, hogy szignifikánsan rövidebb lenne. Ezek mind olyan 30-35 óra az alapgame, szerintem. 40. Meg hát mennyi időt töltesz vele, ugye? Tehát nyilván nekünk is lehetett volna még azért császkálni, mászkálni, azért csinálgatni ezt-azt. Sokadik végigjátszásra 20 óra a 3. Aha. Hát igen, az ilyen all boss run-ok azok... Ja. Na hát mindegy. Sajnítod, hogy nem a stream jó, hanem a game jó. A játék jó, azért tűnik rövidnek. Nekem is olyan gyorsan elszaladt az összes. A Demon Souls-t egy szemvillanás alatt játszottuk végig. Ugyanúgy a Dark Souls 1-et is. Hát a Bloodborne ott a DLC miatt azért az hosszabbnak tűnt, de mondom, DS3-at is egy pillanat alatt, tényleg szemvillanás alatt végigjátszottuk. Na. Kettőnél pislogtál egyet, és vége is lett. Értem, mire célzol. Jó. Na, akkor most mindenki csukja be a szemét. Egyébként ott van a 36 óra. Ha. Nem ezt akartam. Ezt. Akkor trükközünk. 36 nem rossz elsőre? Szerintem a Sopo Roller majd most jön egyébként. Mert a DLC-k azok általában, amik így... Na jó, valamit kell bűvészkedtem azon ki, vagy visszamásolom? Gondolom nem. Mondjuk olyat csinálhatnék, hogy kimásolom ezt, ami most van. Csak hogy legyen meg ez is. Ha netán valami gond van. Okay. Szóval azt mondod, hogy 36 óra nem rossz? Elsőre. És ezt lehetett volna amúgy több is, mert... bár azért sok mindent megnéztünk szerintem. Na, lássuk. Jó, na és akkor most hívjam be a Firekeeper-t.
És elveszi a tüzet. Mert hogy nála van a szem. Odaadtuk neki ugye a Firekeeper Eyes-t. The first flame quickly fades. Darkness will shortly settle. But one day, tiny flames will dance across the darkness. Like embers linked by Lord's Pass. Igen, mert most tudok még mozogni egy kicsit. Pici interakt volt. Hearest thou my voice still? The End of Fire. Jó. Alright. Na de ha kivesszük, visszakérjük a szemet. És linkeljük a Fire-t, akkor szerintem a Yuria ending lesz, nem? Vagy nézzük meg? Ha ending közbe csapod le, akkor nem. Megnézzük. Igen, amúgy a... szerintem... ugye volt az a Firelink Shrine, amiben olyan nagyon sötét volt, a Untended Graves, azt hiszem. Az egy fajta szerintem ilyen utalás volt arra, hogy mi van, hogyha kioltjuk a tüzet. Mert emlékszetek, hogy nagyon sötét volt mindenhol, meg tényleg ilyen... Na, mit akarok?
The first flame quickly fades. Darkness will shortly settle. But one day, tiny flames will dance across the darkness. Like embers linked by Lord's Pass. Respawnol, úgyhogy no para. Fuck! Nameless, accursed undead, unfit even to be cinder. And so it is that ash seeketh embers. Érdekes. De ez akkor melyik ending? Fura. Na mindegy. Bullying ending. Hello. Unkindled ending. Okay. Ashen one. If when thou peerest upon the first flame, thou wishest yet for a world without, then call I am of thous. Jó, nem mond semmit. Jó, szerintem akkor innen folytatjuk. Én nem is fogom visszatenni az előző mentést. Ja, lehet, hogy egyszer majd nyomunk egy New Game Plus-t, és akkor megnézzük azt. Én nem tartom kizártnak. Szerintem akkor innen ezzel folytatjuk. Amikor elő tudjuk venni a DLC-t. Az a leggagyibb, igen. Ezek menők voltak mindegyik. Azt szerintem olyan elég is nasz. Kb. Úgy végzel és kész. Jó. Oké. Na hát akkor... szerintem akkor itt most megállunk. Ez volt a Dark Souls 3. Begyújtja a tüzet és leül. Oké. Szóval ez volt a Dark Souls 3. Innen folytatjuk majd a DLC-kkel. Pici levegővétel után, mert most ugye kicsit meg kéne tolni az Elden Ringet, aztán ha az úgy látszik, hogy jól halad, akkor elővesszük újra, és folytatjuk innen.